Az előző videót azzal fejeztük be, hogy összefoglaltuk a hosszúság, terület és térfogat mértékegységeit. Ez ugye úgy nézett ki, hogy megbeszéltük, hogy egydimenziós az egy egyenes vagy vonal, 2D az sík, az négyzetekkel lehet letakarni, 3D az pedig a kocka. És akkor hosszúság mértékegységei a milliméter, centiméter, deciméter, méter, kilométer. Területmértékegységei ugyanezek a második hatványon, térfogat mértékegységei pedig a harmadik hatványon, és a váltószámok is a harmadik hatványon vannak. Igen ám, de térfogat mértékegységből tanultunk mi mást is, hisz tudjuk, hogy literbe is térfogatot mérünk. Ugye a folyadékokat többnyire literbe szoktuk mérni. Hát nézzük meg, hogy mi köze lehet vajon a liternek a köbméterhez, meg a köbdeciméterhez, ilyenekhez. De tudjuk, hogy létezik a liter, annak tized része a deciliter, annak tized része a centiliter, annak tized része pedig a milliliter. Illetve használjuk még a hektolitert, ami pedig 100 litert jelent. Ugye ezek azok az egységek, amivel gyakrabban szoktunk térfogatot mérni. Na de hogy van az, hogy a felsősor is térfogat mértékegység, meg az alsósor is térfogat mértékegység, hát valami kapcsolódási pontnak kéne közöttük lenni. Próbáljuk meg kideríteni, hogy a felső sor közül vajon melyik lehet a liter. Ugye a köbmilliméter az egy olyan icipici kis kockát jelent, aminek minden éle 1 milliméter. A köbcentiméter az egy akkora kockát jelent, aminek minden éle 1 centiméter. A köbdeciméter az egy olyan kocka, aminek minden éle 1 deciméteres. A köbméter az meg ugye egy olyan óriási nagy kocka, amelynek minden éle 1 méter. Na akkor próbáld meg kilogikázni, hogy ezek közül a kockák közül vajon melyik lehet a liter? Hát akár kizárásos alapon is rájöhetsz, hogy nyilván a köbmilliméter az nagyon-nagyon picike, a köbcenti is akkora, mint egy mokkacukor, a köbméter az meg óriási, tehát kizárásos alapon csak is a köbdeciméter, tehát egy olyan kocka, aminek minden éle egy deciméter hosszú, az egyenlő a literrel. Tehát amikor te veszel egy liter tejet, vagy egy literes üdítőt, azt pont egy ilyen köbdeciméteres kockába lehetne beleönteni. Az más kérdés, hogy más alakú flakonba vagy dobozba szoktuk megvásárolni. Tehát a köbdeciméter és a liter az ugyanakkora térfogategység. De akkor hol van még másik kapcsolódás? Hát látjuk, hogy a köbdeciméternek az ezred része a köbcentiméter. És a liternek melyik az ezred része? Nézd csak, megyünk lefelé, tized része a deciliter, annak a tizede a centiliter, annak a tizede a milliliter, illetve meg is tanultuk, hogy a milli az pont ezredet jelent, tehát a liternek az ezred része a milliliter. A köbdeciméternek az ezred része pedig a köbcentiméter. Tehát innen kezdve következik, hogy a köbcentiméter az pedig a milliliterrel egyenlő. Tehát a felső sorban látható egységek közül ott a köbcenti és a köbdeciméter közötti rész az a szét van osztva több részre. Ez azért van, mert a hétköznapi emberi életbe a litert azt ugye gyakran használjuk, ha üdítőt, tejet, ilyesmit iszünk. Decilitert is használjuk szintén ilyeneknek a mérésére. Hát centiliterbe inkább már mondjuk pálinkát mérünk, milliliterbe meg mondjuk gyógyszereket, folyékony gyógyszereket.
Lényeg, hogy ezek az egységek azok, amik közelebb állnak hozzánk a hétköznapi élet tekintetébe. Illetve legtöbbször hétköznapi életbe folyadékok térfogatát szoktuk mérni, és ezeket kényelmesebb literbe, deciliterbe, ilyenekbe mérni. A lényeg, hogy a kapcsolat itt van közöttük, hogy a köbdeciméter az pont egy liter. Na és akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet, amikor mondjuk vízdíjat fizet anya, azt meg köbméterbe számolják. De akkor hány liter víz az egy köbméter víz? Mennyi vizet pancsolsz el, hogyha egy köbmétert kiszámláz a vízmű? Hát nyilván 1000 liter, hiszen a köbdeciméternek az 1000-szerese a köbméter, akkor a liternek is az 1000-szerese a köbméter. A hektoliter, azt meg leginkább boros gazdák szokták használni, ugye szeretik, hogyha a hektoliter számra áll a hordóba a bor, az 100 liter folyadékot jelent. Tehát egy köbméter bora akkor lenne a borásznak, ha lenne neki 10 hektoliterje, az már egy elég tetemes mennyiség borból. Víz mérésére szoktuk használni a köbmétert. Tehát összefoglalva, a köbdeciméter egyenlő a literrel, a köbcentiméter pedig a milliliterrel. És ezután fogtok kapni olyan feladatokat, ahol ezeket a váltásokat kell majd gyakorolni.